Jó estét kívánok! Ez a Siker, a Debrecen Televízió gazdasági magazinja. Már is kezdünk. Megkezdődött a képzés a Debreceni Egyetem Mérnöki és Üzletfejlesztési Innovációs Intézetének új kurzusain. Az úgynevezett műzlin vállalati szakemberek tartanak előadásokat a diákoknak. Az új kezdeményezéssel az a cél, hogy ne csak elméleti tudást szerezzenek a hallgatók. Termékfejlesztés, kockázatkezelés, termelés és ellátási láncmenedzsment. Ezek a fő témái annak a kurzusnak, aminek első előadását Lencsés Gergő, a GE globális értéklánc vezetője tartotta a műszaki karon. Nem titkolt célunk az, hogy egy kicsit biztosunk benneteket arra, hogy a 21. században hihetetlen, izgalmas terület a vállalkozás. És néha startupoknak hívjuk őket, néha vállalkozásnak, néha innovációnak, de ezek nagyon érdekes dolgok. A Vállalkozás Menedzsment és Innováció címmel meghirdetett kurzuson a Böszörményi úti kampuszon Jörg Bauer, a Tungsram csoport tulajdonosa, valamint Ascsillán Endre, a GE Magyarország alelnöke is beszélt a diákok előtt. A foglalkoztatottak 80%-a mikro- és kisvállalkozásban, KKV-nak nevezzük ezt, de alapvetően azért inkább 60-70-80-150 fős vállalatokban dolgozik, és van foglalkoztatva. A GDP-nek meg a 80%-át a nagy OEM-ek, a nagy multik termelik meg. És a kettő között Magyarországon hiányzik az a németül Mittelstandnak nevezett középvállalkozói réteg, aki több pilléren áll, több mindenkinek szállít be, vagy több terméksoporttal van jelen a piacon. 1500 munkavállalója van, kellően egészséges pénzügyileg, flexibilis az új kihívásokra. A piaci igényeknek megfelelő gyakorlatorientált képzésre törekszik a Debreceni Egyetem a műszaki, gazdaságtudományi, menedzsment és informatikai területeken. Ezért hozták létre tavaly nyáron a Műszaki és Üzletfejlesztési Innovációs Intézetet, a Műzlit. Olyan gyakorlati szakemberek, mesteroktatók oktatnak itt, akik valóban ismerik azt, hogy mi kell a fiataloknak az ipar 4.0, illetve a digitalizáció területén. Fontos az, hogy nem csak elméleti képzést kapjanak a hallgatóink, hanem a gyakorlatban is jók legyenek. A tapasztalatok szerint a fiatalok körében nagyon népszerűek az ilyen kezdeményezések. A hallgatók imádják az ilyen jellegű előadásokat, nagyon egyszerű, hogy miért. Az elméleti tudásukkal nincs baj, ezt a cégvezetők is elismerik, akik alkalmazzák őket. Elméletben nagyon jók a hallgatók, azonban a gyakorlati képzést azt fejleszteni kell, a gyakorlati tudást, az úgynevezett soft skilleket, azokat fejleszteni kell, és erre ez az intézet rendkívül mértékben jó. A műzli kurzusai április elején folytatódnak. A gazdasági szakemberek előadásaikat tömbösítve 4-4 alkalommal tartják a fél év során. Mára köszönöm figyelmüket. A héten még kétszer, szerdán és pénteken várjuk Önöket gazdasági hírekkel. Viszontlátásra!